Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A Magyar Emberi Jogok Alapítványa Erdélyben is ösztöndíjakat fog osztani idén is. Hogy pontosan kiknek és miért kaphatják meg ezt az ösztöndíjat, ezt is kiderítem ma este itt a 24 pluszban, illetve azt is körbejárjuk, hogy mivel foglalkozik tulajdonképpen ez az alapítvány itt Erdélyben. Számunkra az erdélyi magyarok kisebbségi léte és joggyakorlata számára miben tud nekünk segíteni. De műsorunk első felében egy román közéleti politikai aktualitással kezdjük a mai beszélgetést, hiszen nemrég Cseke Attila fejlesztési miniszter bejelentette azt a kormány által várva várt fejlesztési átalakítási stratégiát, miszerint a minisztériumot első lépésként át szeretné alakítani különböző irányvonalak mentén, hogy pontosan mit tervez, mely az a jogszabályi keret, ami már közvitán is van, és hogyan fogadják ezt a minisztérium alkalmazottai, ezt is kiderítem ma este itt a 24 pluszban. Tartsanak tehát velünk, és mutatom is első témánkat. Röviddel kormánya megalakulását követően Florin Kölcu miniszterelnök bejelentette, átszervezést és létszámcsökkentést vár a miniszterektől. Egy héttel ezelőtt azt mondta, még egyetlen tárcavezető sem mutatott be reformtervet. Az állami vállalatok vonatkozásában kormányülések szintjén még nem született döntés újra szervezésről. Voltak javaslatok, természetesen már tárgyaltunk róla, de kormányülésen még nem volt olyan javaslat, mint amit én évelején mondtam, hogy csökkentsük a vezérigazgatók számát, vagy az egyes intézményekben a létszámot. A Cseke Attila vezette fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztérium azóta már több intézkedést is bejelentett. Megszüntetik az Országos Építési Felügyelőség regionális szintjét. Tegnap a miniszter közvitára bocsátotta a teljes tárca reformtervezetét. Ezzel 65 jelenleg el nem foglalt állást törölnek a minisztériumi apparátusból. A miniszter előre bocsátotta, az intézményi átszervezés során több vezetői tisztséget is megszüntetnek és átszerveznek, illetve létrehoznak egy új, a helyreállítási terv által finanszírozott befektetések lebonyolításával foglalkozó részleget. Állásokat szüntetnek tehát meg, és fiataloknak szeretnék megadni a lehetőséget, az esélyt, hogy a minisztériumba dolgozhassanak. Hogy mindezt hogyan, mennyire megvalósítható, ezt derítem most itt ki, és hogyha minden igaz, akkor Cseke Attila fejlesztési miniszter úr van itt velünk a vonalban, a telefonon keresztül. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miniszter úr, itt, ahogy a felvezetőnkbe is hallhattuk, láthattuk, ugye az az átszervezés, amit ön már bejelentett, egyedülálló jelen pillanatban a romániai minisztériumok között. Mit lát ön most, hogyan, tehát hogy miért kellett egy ekkora fajta méretű átszervezésbe belevágni? Kezdeném talán azzal, amiről önök is említést tettek, hogy az építkezésügyi felügyelet regionális szintjének megszüntetéséről mondanék két mondatot, hiszen mi ezt a tervet február közepén már közismerté tettük, közvitára tettük. Igen, 3,5 hónapba telt, amíg a közigazgatás különböző akadályain és gírbe-görbe útjain sikerült ezt elfogadtatni. Ugye egy fél kérdés erre is rávilágított, vagy erre is utalt volna, hogy hogyan fogadta a központi közigazgatás. Nos, hát azért azt látjuk, hogy ezeknek a rendelkezéseknek, illetve ezeknek a átszervezéseknek a központi közigazgatás nem igazából örül, de hát a miniszter dolga az az, hogy ezeket a történeteket tovább vigye. Május végére a törvénytervezet megszületett, és a sürgősségi eljárása a parlament elé kerül. Ugye erre a szakmai indokokat megadtuk, azon kívül, hogy a regionális szint ugye Romániában alkotmányjogilag nem létezik, de itt nagyon komoly szakmai okok is vannak, ami miatt ezt a regionális szintet meg akarjuk szüntetni. Miniszter úr, a szakmai okokon kívül elnézést rá kell kérdeznem, hogy a létszámcsökkentés általános irányelvként mindenki számára, minden minisztérium számára meg van szabva? Én azt tudom mondani, amit mi az RMDS vállaltunk. Azért emeltem ki ezt a február közepét, mert ugye itt elhangzott a miniszterelnöknek egy nyilatkozata, amelyet nincs is mit kommentáljak, egyetértek vele, de mi már ezeket a kérdésköröket februárban elkezdtük.
Nem szeretném azt arra utalni, hogy más minisztériumok vagy miniszterek mit tesznek. Mindenki vezetői tisztségében megpróbál jó dolgokat tenni, illetve átszervezni. Én azt tudom mondani, hogy ami a fejlesztési minisztériumot illeti, mi februárban kezdtük el ezt a folyamatot, és most jutottunk el oda május végén, hogy egyfelől a törvénytervezetünk a regionális szín megszüntetésére az építkezésügyi felügyeletnél megvan, parlamentbe került, illetve közvitára tudtuk tenni a minisztérium átszervezését. Én most nagyon őszinte leszek, és azt fogom mondani, hogy én nem hiszek abban, hogy egy vezetőnek 2-3 hét alatt, illetve egy hónap alatt átszerveznie kellene a saját intézményét. Ezért legalábbis ami bennünket illet a fejlesztési minisztériumot és azt vezető csapatot, mi 3-4 hónap után kezdtünk el igazából foglalkozni az átszervezés gondolatával és rendelkezéseivel, hiszen kellett nekünk annyi idő, hogy megismerjük a belső struktúrát, az igazgatóságok működését, és lássuk, hogy hol vannak gondok, hol lehet átszervezni, illetve én nagyon kiemelném, amit önök is elmondtak, hogy mi azt szeretnénk, hiszen ezt a minisztériumot nem világ végezetéig fogjuk vezetni, viszont azt teljesen világosan látjuk, hogy a fiatalitásra, fiatal szakemberekre, kívüljövő szakemberekre szüksége van ennek a minisztériumnak. Itt egy folytonosságot, egy folyamatosságot kellene felépíteni. Kell erre egyfajta külön garancia, hogy a fiataloknak lehetőségük legyen a minisztériumban dolgozni? Tehát, hogy ezt külön kell kérni, és valamilyen formába bevezetni ezt a lehetőséget? Hiszen ma is ugye fiatal, friss diplomásoknak is van lehetőségük jelentkezni állásokra. Van lehetőségük akkor, ha a meghirdetendő állások azok kezdőállások szakmai szinten, hiszen különböző szakaszai vannak egy szakmai előremenetelnek. Na most a minisztériumban szabad állásoknak a 95%-a az nem kezdő állás, tehát nem kezdőknek meghirdetett állás. Az, amit mi most bejelentettünk, az nem csak az, hogy 65 üres állást levágunk, hanem a megmaradó állásoknak a felét a miniszteri rendelettel, illetve kormányhatározattal kezdő állásokkal alakítjuk át, amelyekre csak kezdő szintű szakemberek jöhetnek majd. Tehát ez egy nagyon fontos lépés, hiszen eddig bármilyen állást is hirdettünk volna meg, ahhoz mindegyikhez szakmai régiség kellett volna, tehát egy kezdő, frissen diplomás egyetemet végzett szakember, hogy az építész, vagy jogász, vagy közgazdász, az nem jöhetett volna, nem iratkozhatott volna be ezekre a versenyvizsgára. De miért fontos az, hogy ilyen teljesen kezdő friss diplomások kerüljenek a minisztériumokba, hiszen ugye eddig az volt a közvélemény ennek kapcsán, hogy hát nincs szakmai tapasztalata, nincs adminisztratív rendszeren belüli munkatapasztalata, tehát nem tudjuk ezt ilyen formában használni. Azért, mert nem csak rövid távra kell tervezzem egy minisztert, legalábbis én magam ezt gondolom, és az RMDS is ezt gondolja, hogy egy közösség és illetve egy ország vezetésében nem csak rövid távra tervezünk. Vannak jelentős szakmai múlttal, illetve tapasztalattal bíró szakemberek a minisztériumban, hiszen 750 alkalmazottja van, 750 állás van betelve ma a fejlesztési minisztériumban, tehát van szakember és tapasztalattal rendelkező szakember, de azért a folytonosságot azért azt, hogy új szakembereket behozni, akik aztán tapasztalatot szereznek, fiatalok, és megmaradnak a központi közigazgatásban, az nagyon-nagyon fontos. Tehát ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy a miniszternek van egy felelősség, hogy ezeket a folyamatokat elindítsa. Kérdés erejéig azért azt is felvetném kérdésként önnek, hogy ugye olvashattuk azt, hogy a helyreállítási terv működtetése érdekében egy külön részleget fognak létrehozni a fejlesztési minisztériumban. Ez azt jelenti, hogy minden pályázatot, amit a PNRR programon keresztül meghirdetnek, ez a külön részleg fogja koordinálni. Kérdésem az, hogy minden egyes pályázati projekt ezt követően ebbe a csatornába kell összpontosuljon, vagy csak azok a projektek, amelyek önökhöz tartoznak, mint fejlesztési minisztérium? Csak azok a projektek, amelyek hozzánk tartoznak, hogy a fejlesztési minisztériumnak legalábbis a Brüsszelbe leadott helyreállítási terv alapján
közel 4,5 milliárdos különböző alappal rendelkező pályázati kiírásai lesznek, illetve ami az önkormányzati alapot illeti, gyorsan megjegyezném, hogy mi egy teljesen nem szokványos kiírást, vagy nem is kiírást, hanem előre leosztott alapokban gondolkozunk, éppen azért, hogy a bürokráciából tudjunk megszüntetni, de szükség van arra, hogy a minisztériumban legyen egy maximum 20 főből álló olyan igazgatóság, amely ezzel a helyreállítási tervvel foglalkozik majd az elkövetkezendő 5,5 évben. Tehát az eddigi nagyon hosszas és bürokratikus pályázati rendszert szeretnék felszámolni, felgyorsítani ezzel az új részleggel is. Így van, mert azt látjuk, és ez már tényleg saját tapasztalata, fejlesztési minisztérium elmúlt 5 hónapos tapasztalata, azt látjuk, hogy ugye a regionális operatív programban, amelynek az irányító hatósága jelenleg még ebben a minisztériumban van, olyan pályázatokat bírálunk el, illetve kötünk szerződéseket, amelyekre a pályázatokat 3-4 évvel ezelőtt tették le az önkormányzatok. Tehát ennyiről szól ma a romániai közigazgatási bürokrácia, már pedig a helyreállítási tervet azt akarjuk, hogy nagy mértékben, illetve teljes egészében fel tudja használni az ország, akkor mi legalábbis a mi részünk egy teljesen, amennyire csak lehet, leegyszerűsített eljárást szeretnénk végigvinni, azért, hogy az önkormányzatok ne évekig várjanak arra, hogy hozzáférhessenek a pénzügyi forrásokhoz. Legyen, hát gondolom, hogy ez mindenkinek érdeke. Én nagyon szépen köszönöm önnek, hogy itt volt velünk és válaszolt kérdéseinkre. Köszönöm szépen. Köszönöm tehát miniszter úrnak. És hát igen, így legyen, mindenki várja, hogy sokkal egyszerűbb módon tudjanak pályázni. Most egy másik témával folytatjuk itt a 24 pluszban, stúdió vendégem is van, és hát Magyar Emberi Jogi Szervezet alapítványról beszélgettünk, annak a működéséről, illetve egy olyan ösztöndíj programról, amely ezen az alapítványon keresztül jut el Erdélybe is, hogy pontosan miről van szó és milyen munkát végeznek. Köszöntöm itt az Erdélyi Magyar Televízió stúdiójában Szekeres Zsoltot, az alapítvány elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye kivételesen a stúdióba és Marosvásárhelyen, külön köszönet, hogy itt van velünk. Kezdjük talán azzal, hogy ha jól tudom, ha jól vagyok informálva, akkor azért is érkezett Marosvásárhelyre, mert ösztöndíjakat fog átadni, az alapítványon keresztül fognak átadni ösztöndíjakat. Kiknek szólnak ezek az ösztöndíjak, és miért kaphatnak bizonyos fiatalok ösztöndíjakat? Igen, egy kis pontosítás, tehát a díjak, tanulmányi díjak, azokat az Amerikai Magyar Koalíció adja. Én a Magyar Emberi Jogok Alapítványának vagyok az elnöke, amely egy alapító tagja ennek az Amerikai Magyar Koalíciónak. Gyakorlatilag önökön keresztül érkezik ezt az ösztöndíj? Most per pillanat rajtam keresztül, mert nekem sikerült átjönni. A mi szervezetünk, az Amerikai Magyar Koalíció szervezet elnöke, Andrea Lauer Rice, az nem tudta eljönni a pandémia miatt. A díjak azok tanulmányi díjak, és ezt a Bolyai Elméleti Liceum diákjai kapják. Egy volt gyakornokunknak a javaslatára Bozlás is sarolta. Ő mondta, hogy amikor ezt a díjat megalapítottuk, hogy jó lenne közösségi díjat is osztani olyan diákoknak, akik jó tanulmányokat végeznek, és közösségi tevékenységet is tesznek. Az idén, mivel annyira jól működtek ezek a diákok, két közösségi díj is lesz. Tehát lesz egy első díj, egy második díj, tanulmányi díj és két közösségi díj. Ezek aránylag kicsit nagyobb összegű díjak. Akik pályáznak, azok a diákok, akik ott vannak. Az Amerikai Magyar Koalíciónak ellenben vannak más ösztöndíjai is, van egy Bognár Béla család ösztöndíj, ezeket körülbelül a 40-50 kárpát-medencei magyar diákoknak adományozzuk. A jelentkezést azt a honlapról le lehet hívni, és a forrásaink mértékében ezeket szét tudjuk szépen osztani. Egy gondolat erejéig azért hadd kérdezzem meg azt is, hogy a Magyar Emberi Jogok Alapítványa milyen
tevékenységet és programot tud Erdélyben, az erdélyi magyarok jogai védelmében vinni. Ugye az elmúlt másfél év a koronavírus járványhelyzet miatt azért megnehezítette mindenki életét, de gondolom, hogy számos olyan projektjük van, számos olyan programba vesznek részt, ami az erdélyi magyar jogi kérdéseket is felszínre veti. Igen. Hát a szervezetünk ugye egy olyan majdnem 50 éves múltra tekint vissza. Mi nagyon aktívak voltunk, főleg az amerikai törvényhozásban, hogy a Romániától megvonják a legnagyobb vámkedvezményt az emberi jogi helyzet miatt. Ezt sikerült is egy 10 éves munka folyamatban elérnünk. Sok minden másban is tevékenykedtünk, de valójában az egyik legfontosabb szervezet munkánknak a eredménye az a hiteles információknak a továbbítása a célcsoportoknak, célszemélyeknek. A mai világban az információnak nincs olyan nagy értéke, illetve sokkal nagyobb értéke van, hogyha az hiteles. És ennek a hitelességnek a hitelességének a mi voltjába kell egy sok időt fektetni, és a célunk az az, hogy mindazok az adatok, amiket mi összegyűjtünk, és tanulmányokban, meg prezentációkban, meg jelentésekbe, azok eljussanak ahhoz az emberekhez, akik ebben tudnak valamilyen szinten lépni. Milyen hatást lehet kiváltani esetleg egy olyan monitoring elemzést követően, ahol mondjuk bemutatják azt, hogy az elmúlt egy évben, például Romániában, a magyar kisebbségi jogok terén nemhogy előrelépés, hanem visszalépés történt. Kinél lehet eredményt elérni, és hogyan lehet eredményt elérni? Mivel egy amerikai szervezet vagyunk, mi nekünk a tevékenység az inkább az amerikai adminisztráció és az amerikai kongresszus felé irányul. Az amerikai adminisztráció, a külügyminisztérium az kiad minden évben egy országos jelentést, most adták ki a vallással foglalkozó jelentést, és hamarosan megint az országos emberi jogi jelentés, és ezeknek az információknak, mi ezeket mindent megosztunk természetesen a külügyminisztériummal. Valójában az, hogy mennyire hatékony, azt nem tudjuk, mert előre nem tudjuk megnézni, hogy miket fognak megírni, de utólag el tudjuk mondani, hogy mi a véleményünk, és hogyha nagyon nagy hiányosságok vannak, akkor ezekre felhívjuk a figyelmet. És ugye azért nagyon függ attól is, hogy éppen az amerikai-román kapcsolatok mérlege az merre húz. Valójában mi próbálunk a nagy politikai, világpolitikai témákat beleszólni, mert nem az a küldetésünk. Vannak nemzetközi egyezmények, vannak nemzetközi vállalások, EU vállalások. Ezeknek a betartását figyeljük mi következetesen, és próbálunk segíteni a romániai magyarságnak. Utoljára a Kelemen Hunornak szerveztünk egy pár évvel ezelőtt egy utazást az Egyesült Államokba. Most is szerveztünk volna, de a Covid miatt nem tudott kijönni, amikor a román államfő elég durva magyar ellenes kijelentéseket tett, amelyet gondolom már azóta megbánt. De minden esetre sikerült egy ilyen online konferenciát összehozni, ahol majdnem 97 ember volt, és ebből egészen biztos vagyok, hogy a külügyminisztériumtól is nagyon sokan részt vettek. Tehát mi ezt a fórumot és ezt a közvetítő szerepet vállaltuk, és vállaljuk továbbra is, a minden vele járó nehézséggel együtt. Van ugye egy olyan programunk is, ami a közvetítő szerepről jutott eszembe, és egyfajta kapocsként, hálóként működő programként, a Reconnect programjuk, amiben elsődlegesen, ha jól tudom, az a cél, hogy az amerikai magyaroknak megmutatni és lehetőséget adni arra, hogy megnézzék, ellátogassanak és közvetlen kapcsolatba kerüljenek olyan magyarokkal, akik Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében élnek. Pontosan milyen célközönsége van ma Amerikában egy ilyen programnak? Hát ez egy nagyon hálás feladat, de nagyon nehéz feladat. A Reconnect Hungary az egy úgynevezett birthright program, tehát tipikusan azt a magyar, az adott államnak kell, hogy szponzorálja, mert ez valójában ez a
a magyar kötődésnek a felkutatása. Ezek második, harmadik, negyedik generációs emberek fel kell kelteni annyi érdeklődés, hogy sikerüljön nekik megfizetni mondjuk a repülőjegyüket, vagy esetleg költséghozzájárulással, de eddig nagyon sikeres volt, és még az idén is, amikor még eléggé képlékeny a helyzet abban a szempontból, hogy lehet-e jönni, nem lehet, majdnem 50-en voltak hajlandók regisztrálni és jelentkezni, és hogyha sikerül, akkor olyan 10-12 embert át tudunk hozni. A múlt esztendőkben volt, mikor 20-30 csoportokat tudtunk áthozni, és nekünk a célunk a Reconnect Hungary-val egyrészt, hogy így a magyarokat halászunk a nagy tömegben, aztán, ugye? De utána szeretnénk őket bevonni a magyar közösségekbe valamilyen szinten, és legfőbben a mi munkákban, ami egy emberi jogi védelmi munka, amire nagyon fontos az utánpótlás. Az a generáció, aki ezt a szervezetet felépítette, az már meglehetősen idős, és muszáj új embereket, új vért találni, és erre van komoly lehetőségünk, és ezeket szeretnénk továbbfejleszteni. Ha jól tudom, akkor az Önök Alapítványa az elkobzott javak visszaszolgáltatása terén, a romániai ügyek kapcsán is elég fontos szerepet vállalt, nagyon-nagyon sok ügyben egyfajta közvetítői szerepet is vállalt, és hát azt látjuk, hogy Romániában ez egy megoldatlan kérdés még ma is, politikai szinten mindenki ígéri évek óta, hogy igen, új törvényi keretre van szükség, fel kell gyorsítani a procedurákat, hiszen van olyan ügy is, ami több tíz éve áll, és nincs véglegesítve, nincs visszaszolgáltatva az az elkobzott vagyontárgy, illetve ingatlan akár. Mit tudtak e téren segíteni, és mit lehet Önök szerint a következőkben akár nyomásgyakorlásként segíteni, hogy előrelépés történjen? Tulajdonképpen azt a szerepet vállaljuk, és vállaltuk is minden, hogy tényfeltáró információkat adunk át. Ebből az egyházi ingatlanok, meg egyáltalán ingatlanoknak a kérdéskörében a HHRF-hoz készített egy nagyon átfogó leltárt, és annak a leltárnak követtük az egyes ügyeknek a menetét. És hát elkeserítő valójában az a folyamat, ami történt, ugye, mert voltak olyan ingatlanok, meg intézmények, amelyeket a román állam visszaszolgáltatott, de utána meg újra visszacsinálta. Tehát ezeket nehéz értelmezni tulajdonképpen normálisan, pláne egy Európai Uniós környezetben. Most konkrétan nagyon tevékenyen dolgozunk azon, hogy a Minority Safe Pack, az, amit majdnem másfél millió aláírással megszerzett, és az Európai Bizottságot elméletileg arra késztetné, hogy hát egy jogi keretet alapítson, vagy szabjon meg ahhoz, hogy ezeket a témákat Önök konkrétan tudnak valamit segíteni? Lépni, hogy az Európai Unió keretében legyen egy ilyen törvényi jogi rendelkezési nód? Pontosan ezt szeretnénk csinálni. Tehát most mindenféle más civil szervezettel próbáljuk ennek a hát eléggé sajnálatos eredményét, ugye mivel a bizottság azt most elutasította, eléggé sajnálatosan azzal az ürüggyel, hogy a létező jogi környezet az elegendő. Okay. Hát, hogyha a létező jogi környezet elegendő, akkor miért kellett egy népszavazást rendezni? Tehát ez nagyon ellentmondásos, és ebben mi próbálunk most egy kicsit segíteni az amerikai, meg inkább az európai sajtóban megjeleníteni egy pár ilyen feltáró cikket. De mi az a terület, amit a Minority Safe Pack-ként, akár az európai sajtóban feltáró anyagként segíthet az ügynek a továbbvitelére? Pillanatokáért az ENSZ-nek van egy kisebbségi biztosa, és annak a pillanatokáért most annak a cikkét írt egy cikket erről a témáról, ezt próbálják megjeleníteni különböző nagylapokban. Tehát, hogy valóban szükség van a kisebbségi jogok védelmére az Európai Unió szintjén, ezt erősíteni sokkal magasabb szinteken és más szinteken, hogy hát, ha megüti a bizottságnak azt az ingerküszöbét, hogy változás történjen. No, hát így legyen. Még van egy kérdésem. Van-e olyan kárpát-medencei, és nem csak Erdélyre gondolok itt, bármilyen olyan jellegű
emberi jogi jogvédő szervezet, akikkel önök ezen a területen konkrétan napi szinten együttműködnek, és hát itt az utánpótlásról is mesélt nekünk, és tudják azt, hogy ez egy közvetlen kapcsolat szervezetek, egyesületek között, és segítik kölcsönösen egymás munkáját. Sok intézménnyel kapcsolatban vagyunk, de formálisan nem. Ellenben tervezünk egy emberi jogi műhelyt, ahova meghívunk fiatalokat, és próbáljuk őket lelkesíteni abban, hogy segítsék a saját szervezetüket, és mi is segítjük őket. Módszertanban, elképzelésekben, technikákban, amiben mi nekünk nagyon nagy tapasztalatunk van, és ezt remélem hamarosan meg tudjuk rendezni. Nagyon kíváncsi vagyok a személyes véleményére is, hogy Amerikából nézve hogyan tűnik, mi látszik az elmúlt akár egy évet végig tekintve a romániai emberi jogi kérdés és a kisebbségi kérdés jónak vagy rossznak? Valójában Amerikában, így a nagy politikában ez nem merül fel valójában. Tehát ez még mindig egy olyan téma, amelyet valamilyen alacsonyabb szinten kezelik, és nem, nincsen meg az a súlya. Annak most már súlya van, hogy az a román kormányban a miniszterelnök helyettes az magyar, Kelemen Hunorral éppen tegnap találkoztam, mint RMDSZ elnöke természetesen, és ennek már van jelentősége, és ők ezt egy bizonyos fejlődésnek tekintik a magyar kisebbségnek a helyzetében. Egy nyitásnak és pozitív iránynak. Ez egy pozitív iránynak, mivel most már magyar prefektusok vannak, és magyar olyan tisztségviselők, mint az előtt, de hallottuk a miniszter urat, akinek innovatív elképzelései vannak, és sok sikert kívánok neki a fiatalok bevonásával. És tehát ez mindenképpen egy pozitív. A negatív dolgok ezek a jogi témák, amelyek nagyon bonyolultak, és hát nem kell maguknak magyarázni. Ilyen dolgok történnek Amerikában is, hogy nagyon bonyolult dolgok vannak. Ottan egy bizonyos szempontból megbízhatóbban fejeződnek be ezek a kérdések, de én remélem, hogy nem minden ügyet kell az Európai Emberi Jogi Bírósághoz vinni. Reméljük, így legyen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Számtalan kérdés maradt még, úgyhogy ha még Marosvásárhelyen jár, bármikor szívesen látjuk itt az Erdélyi Magyar Televízióban is. Szívesen eljövök. Köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak ma este, és újabb közéleti témákkal holnap este Farkas István kollégám várja önöket itt a 24 pluszban, és persze maradjanak addig is az Erdélyi Magyar Televízióval. A viszontlátásra.